Sziasztok srácok, köszöntelek titeket itt a mai videóban, amiben már a 0.71-es bétában vagyok. És ugye bejött egy olyan feature, hogy méri az idődet a race map, és lesz majd egy ilyen leaderboard is. És itt van ö, most 10 darab map, ö, úgyhogy ja, ezeken fog menni, és ö, megnézzük, hogy én milyen gyorsan tudom kivinni a mappokat. És majd, hogyha bejön a sima bétába, akkor próbáljátok meg, megdönteni a rekordomat, és ha sikerül, akkor írjátok le a kommentbe. Ha nem, akkor megírjátok le az időtöket. Úgyhogy el is kezdem az első mappal, ami a Construction Climb lesz. Úgyhogy meg is csináltam a partit, és már el is indítottam. Kíváncsi leszek amúgy, hogy mennyire pontosan méri az időt. már szerintem azért muszáj pontosan mérnie, mert ha nem pontosan méri, akkor az úgy nem túl jó, lenne. Na mindegy, a leggyorsabb mód ezen a mappon, amit én így egyenlőre tudok, azóta lehet, hogy már van gyorsabb, az erre van. És így kell menni. Uh, itt belemegyek a portálba ugye, itt el kell fordítani a kamerámat, igen, annak nem szabad eltalálnia. Igen, ebben se szabad eltalálnia. Jó, ez tökéletes. Itt ide ki kell menni, így és eltalált, akkor ez uh, most már nem túl jó. Mindegy, földob. Nagyon jó. Ez srácok, ez most nem sikerült túlságosan jól. Úgyhogy ezt szerintem azért elég könnyen meg tudjátok dönteni, ha ennyi marad majd a rekordom, de majd higgyétek el, fogok csinálni egy gyorsan menetet. 37 másodperc, 40 tized másodperc. Ez most egy elég rossz idő lett, de nem baj. Unköljünk is a következő mapra, ami nem más, nem más lesz, mint Don't Be Jelly. Uh, igazából ezen a mappon se játszottam túl sokat, de amennyire tudom a mappot, így erre kéne menni. A tudom, hogy valahogy amúgy el lehet löket. Hát uh, szerintem nem így kéne menni. Hát srácok, ha ilyen uh, szomorúan fog menni az összes mappom, na várjál, így talán? Oh, nem. Aha, hát srácok, ezt láthatjátok, ez se egy ilyen nagy favorit mappom. Nem baj, majd, majd az ilyen Lávarás, meg Lost Temple mappokon, na, azokon majd alkotok. Na itt szerintem így erre kéne lesortkátolni, de továbbra sem uh, tudom nagyon. Aha, hát szerintem nem erre kéne menni. Megint eltalál, nem talál, nagyon jók vagyunk. Na itt lesortkátolom erre, és akkor ez úgy talán, hopp. Aha, ez nem segít, elég valószínűleg, azt veszem észre. Hú, hát már majdnem egy... Jaj, jó, visszajöttem. Már egy percnél tartunk, úgyhogy ez biztos vagyok benne, hogy egy nagyon rossz rán. Úgyhogy ezt is szerintem azért, jó, aki esetleg jobban ismeri a mappot, simán meg fogja dönteni. De... Lehet, hogy amúgy nem is annyira rossz időt, bár mondjuk elég sokszor elrontottam, szóval de biztos vagyok benne, hogy nagyon rossz időt megyek jól ja, még ez is jön rám, jó, ez is eltalál. Ez az, ez, ez amúgy még lehet világrekord is, tényleg. Aha, abban menjek csak bele, abban menjek bele. Nem sikerült. Jó, még a bomba is robbanjon rám. Az, hogy kilőtt. Na, 32, hát. Hát, srácok, ez ö, biztos vagyok benne, hogy lehetne gyorsabb is. 1 perc 32. Hát. Ö, nem egy túl ö, csodálatos eredmény, de majd higgyétek el, a többi mappon visszahozom. IC Heights map. Itt ö, szerintem mindenki tudja, van az a föntöt, fönt, ott van egy ilyen pattogós trükk. Ugye nyilván az a leggyorsabb, de azt szerintem már egy éve legalább nem adtam be, úgyhogy most így fogok menni. Ez, egy, na, ez is egy szintén gyors mód, hogyha nem cseszed el, mint én most nyilván. És megint itt is van a kövi meccs, és közben rájöttem, srácok, hogy a macska elég rossz helyen van, úgyhogy kicsit lejjebb rakom. És így látjátok az időmet. Bár lehet, hogy eddig is láttátok. Ja, eddig is láttátok, nem baj. Előbb máshogy mutatta nekem. Mindegy, most már lejjebb van a macska, így biztos látjátok. És ez már sokkal gyorsabb, mint az előző meccs. Ez szerintem még egy ilyen 20 másodperc alatt simán be tudok futni. 17, 18, 18 56. Nice. Nem is lett olyan rossz, nem is rossz, nem is rossz amúgy. Jól van. Ez, ez jól sikerült. Nézzük a következő mapot szerintem. Na, közben megfejtettem, a macska jó helyen volt, úgyhogy visszakerült a helyére. És az egyik kedvenc részmapom jön, a lávarás. Úgyhogy ezen illene nekem egy jó kis rend nyomnom. Itt egész jó helyre spannoltam, de lehetett volna jobb is. Itt egybe ugye fel kell ugrani a vulkára. És most lehet, hogy ez nem a leggyorsabb, de én így szoktam menni, mert így már megszoktam. Itt felszedem a boostot, nagyon jó. Itt kikerülöm oldalra. Jó, itt megyek. És ahhoz, hogy ez nagyon gyorsan sikerüljön, be kell adnom a vulkános trükköt, amit nagyon remélem, hogy elcseszek. Így. Na szóval, be is adtam a vulkános trükköt, aminek eléggé örülök, mert amúgy ez egy elég nehéz trükk, ami nem mindig sikerül. És a másik vulkánosat is beadtam, de miközben megy túl bonyolult. És eltalál a golyó, úgyhogy este lesz egy uh, kifejezetten gyors kör, szerencsére. 39-60. Lehetett volna ez akár 37-65, uh, nem tudom. Már ö, több helyen mondjuk elakadtam, meg ilyenek, meg itt a végén eltalált ez a gyönyörűség. Nem baj, igazából ez is akkor egy ilyen egész egyszerű ö, lesz megdönteni, ektek. Úgyhogy ugorjunk is a következő mapra, ami nem más lesz, mint Lost Temple, ez a másik kedvenc részmapom, és ezen talán kicsit jobb is vagyok, szóval. Aha, hát már egyből elrontottam, csak mondanom kellett. Ó, de jó vagyok! Mondjuk, mi... ah, most már, de jó! Úgyhogy egész gyorsan Kéne végig menni rajta Megyek el az oldalán Igen, nagyon jó Itt ennek le kell ugrani az oldalára Nagyon jó, smiley emoji mindig belefér Jó Itt most nem, nem megyek rá Inkább, hogy rámenjek Amúgy is sem sikerült, mindegy Jó, itt felugrok gyorsan A Kő elmegy, nagyon jó itt Jövök elugrok mellette rá a boostra, ami nem nagyon jól sikerült, de benn vagyok. 32 másodperc, 16 tized másodperc. Ez se lett a legtökéletesebb kör, de lehet, hogy sokatoknak még ö, ezt is nehéz lesz megdönteni, de ha esetleg sikerül, akkor mindenképpen írjátok majd le. Tudom, hogy amúgy sokan meg fogjátok dönteni, úgyhogy nyugi, nem úgy mondtam. A következő mappon nagyon keveset játszottam a monopolírás mappon, úgyhogy ö, ezen fogalmam sincs, hogy mi számít majd jó időnek, de valamit megpróbálok, aztán majd kiderül. Ö, ott nem tudom, hogy ezek a boost pedek meg ilyeneket, amúgy össze kéne szedni, vagy valami, ezt megpróbálom összeszedni. Aha, ez így egész gyorsnak tűnik. Na, itt van ilyen jumped. Aha, azt tudom, hogy ide föl lehet ug... nagyon jó. Aha, ott lehet nem kellett volna double jumpolni. Na mindegy. Jó. A vonat ne is elüt a vonat. Akkor szomorúak leszünk. Elég nyomunk egy sírós emoji. Jó. Aha. Aha, jó. Megvan, hogyan kell nagy boostot összeszedni. Ez is már majdnem elütött az autó. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Aha, itt a trambolim. Az jó. Ott nem Ó, ott miért van még egy trambolim? Oszta neki? Aha, hogy ezek -e ilyenek? Ezt nem is tudtam, hogy itt van ilyen. Aha, itt is van egy zsámped, ez mekkora dob. Aha, jó, remélem, hogy itt nem lök le most egyik vízsugár sem. Jó, nagyon jók vagyunk. Lehet, hogy fel kellett volna amúgy arra menni, na mindegy, a vonat nem jut el. Jó, smiley. Így és benne is vagyunk a célban. Na, ez egy tök szép idő lett. egy perc, tíz másodperc kerekem. Nem tudom, hogy ez most egy gyors idő lett, esetleg. Mondjuk elütött a vonat egyszer, úgyhogy gondolom ez is lassú, mint az állat. De szerintem egy kezdésnek nem rossz, főleg úgyhogy ez nem egy túl ö, sokat használt map, nem tudom, hogy fogalmazzak. De mindegy, értitek. Ugorhatunk is a következő mapra, ami nem más lesz, mint Mr. Beast es map. Nem akármelyik, hanem a Veszélyes csapdák mappon fogunk ö, most időre játszani. Hát ezzel se játszottam, sokat be kell vallanom, de kb. tudom az utat. Viszont egy érdekes tény, hogy például nekem nincsen hang a játékon alapvetően, de hallom, ahogy ezek a láncok itt csilingelnek. De ezt ha nézzétek meg, hogy ha leveszitek a hangot a játékról, akkor is hallani fogjátok. ez például elég érdekes. Azt tudom, hogy a labdára rá tudnék menni, és akkor az úgy földobna, de például most nem egy labda jön, hanem egy kavics, most meg egy keks viszont ott a labda jött már kövére. Na itt például tudom, hogy jaj, aha, hát ezt nem így kéne csinálni. Azt tudom, hogyha ide kiugrok oldalra, aha, aha, hát akkor nem, aha. Igen, srácok, látjátok, nagyon pró vagyok ezen a mappon is, mint az előző nem tudom mennyiben, ahol ugyanúgy elcsesztem folyamatosan. Rá kéne arra ugrani, aha, nagyon jó, és ott arra rámegyek, földob, nagyon jó. És hogyha arra rá tudok ugrani, egyből ide, igen, nagyon jó, ezzel sok időt megspóroltam. Viszont utol fog érni a kör, vagy kör, lézer, de nem. És ott miért nem adta meg egyből? Na jó, ez fura, nem baj. Hát gyakorlatilag gyorsabb lett, mint a Monopolis map, de tudom, hogy attól még lassúbb lett, mert megint többször eltaláltak az akadályok, ezek a nagyon veszélyes akadályok. Úgyhogy ö, ez se sikerült túl jól, úgyhogy ezt is próbáljátok meg megdönteni, szerintem elég egyszerű lesz, de mindenképpen ö, próbáljátok meg. Úgyhogy szerintem mehetünk a következő napra, amúgy nem tudom, hogy micsoda. Super Slide! Úgyhogy szurkoljátok nekem, csapassatok egy lájkot, like hogy adjátok nekem az erőt és hogyha esetleg szeretnétek látni mondjuk valamilyen trükkös videókat ezekről a mappokról, hogy ti hogyan tudjátok leggyorsabban megcsinálni, akkor mindenképpen jelezzétek ugye egy like -kal. El is indultunk, itt tudom, hogy így egyből ki kell ugrani, ami látszik, hogy be is vált, azért látszik, hogy szuper slide már kicsit jobban játszok. Itt fel is szedtem a boostokat, nagyon jó, itt a peremre ráugrok, onnan a peremre kell menni, peremről peremre, milyen jó hangzik. Innen a másik peremre. Igen, srácok, itt a peremen érdemes a legtöbbet menni. Itt a boostokat felszedem. És itt ha föl tudok menni, igen, akkor a másik boostot felszedve még gyorsabb tudok lenni. Csak itt nem szabad beleakadni. Nagyon jó, nagyon jó. Is se akadok bele. Nagyon jók vagyunk. Tökéletes. 35-83. Öm, ez egy kifejezetten jól sikerült kör lett. Úgyhogy ez szerintem már ez inkább ö, egy nagyobb challenge lesz számotokra megdönteni, ö, de próbáljátok meg ezt is. Úgyhogy ennek most amúgy örülök, mert a többi map elég rosszul sikerült, de szerintem ti is láttátok. Na mindegy, és még kettő map van, ha jól emlékszem. Nem tudom viszont, hogy melyik az a kettő, úgyhogy megint meg kell néznem. Super Water Park, hát az már megmondom nektek, hogy nem a kedvencem úgyhogy ez biztos vagyok benne, hogy sokkal rosszabbul fog sikerülni, mint a sima Super Slide. És utána van még a Tini Ninja technőcös map. Ö, azt életemben nem játszottam. Úgyhogy az egy nagyon jó kis map lesz szerintem. Na mindegy, elindultunk ezen a Super Water Parkos mappon. Azt ugye nem akarom kihagyni, hogy ha megpróbáljátok megdönteni a rekordomat, azt mindenképpen normal módba csináljátok. Vagy hát nyilván amúgy majd amikor normálisan bejön, akkor a leaderboardon ugyanúgy lesz nekem módok szerintem. De alapvetően én is normal módba csinálom, úgyhogy ha ti is abba csinálnátok, akkor úgy lenne felszerintem. Hát itt már nem sikerült beadnom az első trükköt, úgyhogy ezzel el is vesztettem legalább 5 másodpercet. És most is sikerült volna amúgy beadnom, úgyhogy nem is adtam be. Itt viszont legalább ennyit el tudok sortketolni, hogyha beadom. Igen, beadtam. Nagyon jó. Itt kikerülni nem tudom nyilvánvalóan. Viszont itt a booston egész jól tudnék menni, hogyha nem találna el megint egy akadály. Nem baj, srácok. Ö, akkor így ez is egy egész... E hát komolyan, hogy mindenbe belemegyek. Hát ez nem akar most Nem baj, szuper on mentem egy jót. Legalább ez vigasztal. Jó, itt föllök. Ott nem tudom, hogy nem értem bele amúgy. Jó, itt a busztokba belemegyek, és itt beadom a tantos trükköt, mert a labdásot nem tudom, mivel nincsen labdám a bétában, meg amúgy sem úgy ö, szabad rész. Hát komolyan, hogy tényleg mindenbe belemegyek, srácok. Nem szomorú vagyok, nem a kis egy sírós emoji. -t. Nem baj, 1 perc, 11, perc 19 van, Ez is ö, kifejezetten lassú lett, szerintem. De egynek nem rossz, majd később megdöntöm, amikor bejön normálisan ez a mód a játékba, mármint ez az a időmérős, mert úgyis az fog leginkább számítani. Viszont akkor az utolsó map az a T-Ninja Teknőcös lesz, úgyhogy kísérletezgetünk. Na, be is töltöttünk, oppa, ide spannolok, az jó. Mindegy, ahogy már említettem, úgy nem nagyon tudom, hogy merre kéne menni. Annyit tudok, hogy a pizzákat, ha felszedem... Aha, hát ezt így egy kicsit elrontottam szerintem. Azt tudom, hogy ha a pizzákat felszedem, akkor amúgy ugye gyorsabb leszek. Aha. Szerintem elengedem ezt az utat. Lehet jobban járok vele. Na mindegy. Úgy elalassultam itt a végén. Aha, ott föl lehetne amúgy menni. Szó jó tudni. Aha, ennek nyilván el kellett találnia, nagyon köszi. Jó, itt a pizza. Ó, oh, aha hogy a pizza ilyet is tud, nem csak begyorsítani tud, hanem úgy földobni is. Aha, nem tudom, hogy értem abba belemondjuk, nem baj. Lesortketolom. Jó, jó, jók vagyunk, jók vagyunk. Na itt ez földob, átdob. Aha, ott a pizzába bele kellett volna menni. Nem baj, itt is van pizza. Jó, aha, nagyon jók vagyunk. Abba is belemegyek. Jó, ott a pizzát föl kéne szedni. Mint ahogy mondtam már, ez ezen a mappon így életemben nem játszottam, szóval ez fogalmam sincs, de ahogy elnézem, ez is egy rohadt lassú idő lesz. Szóval aki esetleg ezt a mappot már többször játszotta, az szerintem kisújból csukat szemmel meg tudja dönteni. Úgyhogy egy perc, 14 másodpercre sikerült ez a pálya. Úgyhogy, ja, és még bónuszként ez nem ilyen időmérős cucci lesz, hanem Megmutatok nektek még egy pályát, ami bejött a bétába. A Legendary Laser Dash is megérkezett. Szerintem már ö, láttátok, ö, nem egy kreatornál, például Hunter is csinált róla videót, azt hiszem, közöset Kis sheldon igen-igen, ha jól emlékszem, hogy ők kipróbálták. Megint velem hunter meg mindenkit. mindenki jött. annak ellenére, hogy offline le Nem baj. Ö... Úgyhogy ja, ezt most gyorsan megmutatom nektek, igazából nem fogok sokáig eljutni, de később vannak nehezebb akadályok is, megmutatom nektek a basic akadályokat, ugye van ez, és majd amúgy fogok csinálni olyan videót szerintem, hogy megpróbálok átmenni mondjuk ezen az X-en, meg ilyen, hát ilyen trükköket keresek magyarul a mappom, mert biztos, hogy van egy pár. Az a lényeg, hogy ne halljon meg a bot, már valameddig ez el akarok jutni annak ellenére, hogy ez most csak ilyen friendly. És meghalt a bot, nem baj, úgyhogy kipróbálok valami ilyen. aha. De nem baj, a bot úgy is meghalt volna, úgyhogy igazából ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett mindenképp dobjatok egy lájkot, like ő és majd a jövőben, ha jön valami frissítés, még ehhez a timeres cucchoz, akkor arról is ö, várható majd videó. Úgyhogy igazából ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyen szép napotok, szép esetek, szép reggeltek, szervusztak!